Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Motoros véradás Zombán 7. alkalommal szervezték meg a megmozdulást. A nagyszülőket és az unokákat ünnepelték, Szent Annára emlékeztek Tolna megye szerte. 8. Streetcar Tuning Show, igazi gépszörnyekkel találkozhattak a látogatók. Európa-bajnokságra készül Kiszli Vanda, Kaposváron edz a Tolna megyei világbajnok kajakos. Idén is véradásra hívta a motoros társakat a Zombai Dél MX Motorsport Egyesület, akik több mint 60 pályataggal működnek. Az egyesület életében hagyományszerű, hogy ilyen megmozdulással támogatják az egészségügyet, hiszen a sport, amit üznek, nem veszélytelen. A nagy meleg miatt az idei évben a véradás utáni közös motorozást elnapolták egy később időpontra. Zombán az önkormányzati hivatal elé kiállított crossmotorok hívták fel a figyelmet a helyi Dél MX Motorsport Egyesület hagyományszerűen megszervezett víradására. A csoport a sport veszélyessége miatt fontosnak tartja ezeket a megmozdulásokat. A víradás az nem egy rossz dolog. Tehát adunk vért azért télen, nyáron, tehát mi mindig próbálunk víradáson megjelenni. Jó érzés, mikor kapjuk vissza ezeket az üzeneteket, hogy felhasználtuk a vérét, tehát ez azért nem egy rossz dolog. Inkább ez is, ami motivál minket. A hétvégén Zombán zajló víradásra nem csak a motoros tagságot várták, mindenkit, akinek egészségügyi állapota lehetővé tette, hogy karját nyújtsa bajba került ember társai gyógyulásáért. Az egyesület elnöke is már több egyére tette meg ezt a gesztust. Én katona voltam, akkor adtam vért, lehet látni, hogy vannak itt katonatársak, mert én is tartalékos vagyok, és úgy gondolták ők is, hogy jönnek, kicsit beszállnak ebbe a rendezvénybe. Tehát mivel katonák így hozzáálltak úgy, ahogy kell, köszönöm is nekik. A hagyományos véradás utáni közös motorozás ezúttal a nagy melegre való tekintettel elmaradt. A magyar kormány számára továbbra is a legfontosabb a rezsicsökkentés megőrzése, szögezte le a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos rádió interjújában. Németh Szilárd felhívta a figyelmet arra, hogy az elhúzódó háborús válsághelyzet, az elszabadult infláció, a megszakadó ellátási láncok és az Európát sújtó brutális energiaválság közepette kell megőriznie a magyar kormánynak a rezsicsökkentést. A kormány biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a csökkentett árat azért tudják biztosítani, mert működik a paksi atomerőmű, mely nagyon olcsón és biztonságosan biztosítja a villamos energiát a magyar lakosság számára. Az őszi népszámlálás fontos részét képezik a lakosság egészségi állapotára és a fogyatékossággal élő emberek helyzetére vonatkozó kérdések, hiszen a népszámlálás eredményei hosszú távon szolgáltatnak majd adatokat az egészségügyi és esélyegyenlőségi fejlesztésekhez. Hívta fel a figyelmet a Központi Statisztikai Hivatal. Október 1-e és november 28-a között tartanak népszámlálást, melynek célja, hogy pontos és részletes képet adjon Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. A KSH arra kéri továbbá az embereket, hogy válaszoljanak az egészségi állapotra vonatkozó kérdésekre, hiszen a népszámlálás eredményei hosszú távon szolgáltatnak meghatározó adatokat a mindenkit érintő egészségügyi fejlesztésekhez, beruházásokhoz. Október 16-áig a háztartások önállóan interneten keresztül tölthetik ki a kérdőívet. Október 17-től pedig számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, melyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével. Tolna megye több településén is megemlékeztek hétvégén Jézus nagyanyjáról, Szent Annáról. Szűz Mária édesanyjának napja a nagyszülők és az unokák ünnepe a katolikus egyházi hagyomány szerint. Idén is több százan gyűltek össze a Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolnánál, hogy a névadó előtt katolikus szertartásrend szerint megtartott búcsúval tisztelegjenek. A hagyomány szerint Szent Anna Szűz Mária édesanyja, vagyis Jézus nagymamája volt. Sveta Anna i nas potiče da volimo. A hívek kétnyelvű horvát és magyar misét hallhattak, itt ennek már komoly hagyománya van. Nem csak innét a szőlőhegyről és a városból jönnek el,
hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolnát közel 20 éve újították fel, azóta a helyi horvát önkormányzat elnökének családja és civilek tartják rendben az épületet és a környéket. Az előtte található forrásról úgy tartják, hogy betegségeket gyógyít. Abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki mesterek mellé álltak, és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentéltek, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Eskütt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, akik gondoskodnak a kápolnáról. Kakasdon mindig is fontos szerepet töltött be Szent Anna ünnepe. Ilyenkor gyakran a szomszéd településekről is érkeznek hívek, illetve a helyi nemzetiségi egyesületek is részt vesznek az eseményen. Általában a Szent Misével kezdődik, a mai Szent Misén is Szent Anna énekkel készültünk, és így indul a napunk, így lesz teljes, és úgy gondolom, hogy az Anna, Szent Anna példaképünk nagyszülőknek felelősségünk, hogy a nemzedéket, az utódokat, unokákat ilyen vallásos életre neveljük. A Szentmise után agapéra hívták a résztvevőket, később többen kilátogattak a római katolikus templom melletti füves területre, ahol kirakodó vásár, körhinta, dodgem, ugrálóvár és lánchinta várta a gyerekeket. Az elhunyt zenészekre emlékeztek, hagyományos cigányételeket készítettek, és közben fergeteges hangulatot teremtettek a 9. Tambura Fesztiválon Bátán. A rendezvény célja, hogy tovább örökítsék a zenélés szeretetét, és minél többen megismerjék a térség roma tradícióit. Már a főzés is jó hangulatban telt a 9. Tambura Fesztiválon Bátán. A már hagyományosnak számító rendezvényen nem csak a névadó hangszert ismerhették meg a jelenlévők, de különböző tradicionális cigányételeket is megkóstolhattak azok, akik időben érkeztek. Főzünk, sütünk, hoztuk a sok süteményeket, csülökpörköltet főztünk, van, aki birkapörköltet, lecsós tésztát, meg mindenfélét, nem tudom elsorolni, olyan sok minden. A főző versenyt a Solti kisebbségi önkormányzat csapata nyerte meg lecsós tésztájukkal. Azért különleges, mert ezt úgy nyújtsák, házi tészta, rengeteg tojással, igazi házi tészta, és szaggatják. Tehát nem szaggatják. Gyakorlatilag úgy szaggatják bele a lobogó vízbe, és ez ilyen tenyérnyi tészták. Balogh László a felmenői és a már elhunyt bátai zenészek emlékére hozta létre először ezt a rendezvényt. Bízok benne, hogy ez a rendezvény a következő évben a 10. lesz, és nem áll meg. Tehát van egy olyan mondásom nekem, hogy előttem az utódom. Mindig-mindig van, aki majd tovább viszi azt a stafétát, amit én elkezdtem. És remélem, én örököltem az öregeimtől ezt a lehetőséget, én továbbadom. Az eseményen 11 együttes lépett fel, és szórakoztatta az érdeklődőket. Szekszár területén földi szúnyoggyérítést végeznek 2022. július 25-én a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezésre július 26-án vagy 27-én ugyanebben az időben kerül sor. A készítmény a kiutatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Melegvérű állatokra, emberekre nem veszélyes. Hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. 8. alkalommal rendezték meg Faddomboriban a Streetcar Tuning Show-t és autós fesztivált. Az egésznapos program sorozatra kilátogatók szórakozásáról driftverseny, autómosás és szépségverseny is gondoskodott. Drift versenyt is láthattak, akik kilátogattak Domboriba a 8. streetcar autós és motoros találkozóra. Az oldtimerektől kezdve a tuning autókon át házilag barkácsolt gépszörnyetegek is felsorakoztak a szépségversenyre. Mustangos sok van, a legjobban Nissan, ugye? Heyman Csaba, a rendezvény főszervezője elmondta. Délelőtt erős emberek versenyével hangoltak, délután pedig az autóké volt a főszerep. Az egész napos esemény zenei fellépők, este pedig diszkó színesítette. Ez már a 8. autós találkozónk, még mindig próbáljuk a jótékonyság felé húzni az egész rendezvényt, ezért próbálunk a tombolában mindenhatni az emberekre.
Nem gondoltam volna, hogy ennyi autó elérkezik idén, a nagy meleg miatt főként, hála égnek a vihar elkerült minket, de eddig a legnagyobb boldogságunk ez az autós találkozó. Na, hihetetlen örömöket, visszajelzéseket kapunk ma. Egyedi építésű Mustang, felturbózott Lada, Hammer terepjáró és még számos ritka kocsi csodájára járhattak a fesztivál résztvevői. Ezek közül voltak olyanok, akik csak hobbi, mások pedig profi szinten űzték a tuningolás mesterségét. Azért jöttünk erre a rendezvényre, mert azt látom, hogy itt a fiúk szívvel lélekkel csinálják ezt a rendezvényt. Azért nekünk egy ilyen kitelepülés ezzel a 20 autó nem kis költség, de én úgy gondolom, hogy ezek a srácok, amit itt összehoztak, gratulál nekik így tovább, és hozzájuk legközelebb is el fogunk jönni nagyon szívesen. A szervezők a Szexeldi átmeneti gyermekotthon számára ajánlották fel a tombola teljes és a rendezvény bevételének 10%-át is, melyből tartós élelmiszereket fognak vásárolni. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az egy évvel korábbinál 14,9%-kal magasabb, 495.900 forint volt. A kedvezmények figyelembe vételével számolt nettó átlagkereset 15,6%-kal, 342.000 forintra emelkedett, ismertette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagkeresett emelkedéséhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járult hozzá. A reál kereset 3,8%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző évhez mért 10,7%-os növekedése mellett. Kaposváron edzőtáborozik a szekszárdi származású világbajnok kajakos Kiszli Vanda, az atomerőmű SS sportolója két aranyérmet is szerzett a nemrégen lezárult világjátékokon, most pedig a Desedán a dániai Európa-bajnokságra készül. Kiváló eredménnyel zárta az amerikai Birminghamben megrendezett világjátékokat Kiszli Vanda. A szekszárdi születésű olimpikon a maratoni kajak klasszikus és sprint távján is a legjobbnak bizonyult. Hát nagyon örülök neki, hogy sikerült elérnem a kitűzött célomat, hiszen nem volt titok, hogy nyerni szeretnénk mindkét számban. Így még nagyobb élmény volt ott kint Amerikában versenyezni és alapból csak ott lenni, hogy sikerült ezt megvalósítanom. Nagyon jól éreztem magam az egész verseny alatt és maga a kintlét alatt is, úgyhogy ez nekem mindig egy nagyon-nagyon jó élmény lesz. A hatszoros világbajnok kajakos felkészülését irányító Gannorúva Levente stábunknak elmondta, hogy számukra a Desed a több dolog miatt is kiváló helyszín egy edzőtáborra. Én azért választottam ezt az edzőtábor helyszínt, mert a világjátékok nyüzsgése után egy nyugodtabb helyszínen szerettem volna készülni vele, ahol nyugodtan tudok csak ráfigyelni, illetve csak a versenyzőre figyelni, mert egy egész csoporttal jöttem le. És mindenkire külön szeretnék figyelni, és itt van meg az a lehetőségem, hogy szépen mindenkivel külön el tudok menni egy nyugodt környezetben, nagyon jó vízfelületen, megfelelő nagyságú a vízfelület, úgyhogy ez tökéletes edzőtábor helyszín nekünk. Kiszli Vandának sok ideje nem lesz a pihenésre, hiszen a jövő héten már a dániai EB-n lesz jelenése. Célokat egyelőre még nem tűztem ki, ugyanis most nem érzem magam túl jó formába. Ugye múlt héten jöttünk haza Amerikából, ami mind a verseny is, és maga az utazás is azért sokat kivett belőlem, úgyhogy ezt a hetet most kicsit szenvedősnek érzem, de megpróbálom magam összeszedni jövő hétre, és hát remélem, hogy jól sikerül majd az Európa-bajnokság is. A maratoni kajak Európa-bajnokságot a dániai Silkeborgban rendezik július 28 és 31 között. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Emelkedik a húsára, csak magánszemélyek kapják hatósági díjazásért a termékeket. Áldozatsegítő központ Pécsen a bajba jutottakért, 2025-re minden megyeszékhelyen lesz ilyen központ. Közösségi értékprogram 11 pályázatot támogatta a Lafarge több mint 4 millió forint értékben. Folyamatosan emelkedik az ársapkával nem rendelkező húsok és húskészítmények ára. A drágulás ellenére a termékek iránti kereslet azonban csak annyira esett vissza, ami most a nyári időszakra jellemző. Egy 6-tagú családnak készítik éppen az ebédet ebben a kaposvári étteremben. A vendéglátósokat nem érinti az ársapka, ők minden alapanyagot piaci áron tudnak beszerezni. A csirkemell kilóját így 2600 forintért. Emiatt döntöttek úgy, hogy változtatnak az étlapon is. Mindenképpen már úgy tervezem a következő étlapot, hogy
olcsóbb alapanyag, ez nem azt jelenti, hogy minőségben, hanem mondjuk egy sertés nem azt a részét használjuk, amit eddig, vagy nem egy marha bélszínből dolgozunk, hanem egy lábszárból próbálunk, tehát ez csak egy példa, de igen, e felé megyünk mindenképp. Az elmúlt hónapokban ugrásszerűen megnőtt a sertéshús ára, többek között a takarmányárak és az energiaköltségek növekedése miatt. Ez pedig jelentkezik a vágóhidaknál és a készítménygyártóknál is. Egy évvel korábbihoz képest közel a duplájára emelkedett 1 kg sertéshúsnak a előállítása. A feldolgozási költséget ez nem befolyásolja annyira, inkább a élállat felvásárlási árat befolyásolja majd közép és hosszú távon, de így is már a élő sertés árakban jelentős áremelkedés volt évelejéhez képest, közel 50%-os, de egyelőre ez még nem fedezi a gazdáknak a megnövekedett költség hányadot. A kaposvári húsüzem termékeinek ára is növekedtek ugyan, de ez visszaesést egyelőre nem okozott a keresletben. A vásárlók leginkább az ástop által érintett sertésztombot keresik a pultokban. Ugyanakkor a raj, a tarja és a császárszalona iránti érdeklődés 10%-kal mérséklődött az elmúlt időszakban, de hazánk vezető húsfeldolgozójának elemzői szerint ez minden nyári időszakra jellemző. Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a bajba jutottakhoz, ezért 2025-ig komplex áldozatsegítő központ létesül minden megyeszékhelyen. Pécsen már több éve sikeresen működik a szervezet, mely fogadni tudja a bűncselekmény következtében áldozattá vált segítségkérő, tájékozódó ügyfeleket. Bárki kapcsolatba kerülhet valamilyen bűncselekménnyel, könnyen válhat áldozattá. Ezen tud segíteni a már eddig is 14 nagyvárosban létrejött áldozatsegítő központ. Ha valaki bűncselekmény vagy tulajdonjogi szabálysértés áldozatává válik, akkor ebben az esetben automatikusan átkerülnek az adatai a hazai áldozatsegítő szervezetrendszerbe, az áldozatsegítő kollégák pedig felveszik kapcsolatot az áldozattal. Egy egyéni szükségletfelmérést követően pedig sor kerül a személyre szabott szolgáltatás nyújtására. Az áldozatsegítő szolgálat célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához segítséget nyújtson. És mindaz, aki bűncselekmény áldozatává válik, vagy egyszerűen csak érdeklődik az iránt, hogy a rendőrség milyen bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységet végez, akkor ennek keretén belül tájékoztatást kap az áldozatsegítés lehetőségéről is. Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a bajba jutottakhoz. Ezért 2025-ig komplex áldozatsegítő központ létesül minden megyeszékhelyen. A pécsi ASK a Széchenyi tér nyugati oldalán a megyeház épületében található. Sikerrel zárult a Lafarge közösségi értékprogramja. A királyegyházi cementgyár már 4 éve hirdeti meg pályázatát civil szervezetek számára. Idén 11 projektet támogatnak több mint 4 millió forint értékben. 9 településen valósulnak meg a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében megálmodott programok szeptembertől. A Lafarge Cement Magyarország Kft. 2022 első felében is meghirdette közösségi értékprogramját helyi civil szervezetek számára. A program már 4 éve tart, a vállalat az évek során közel 30 millió forint értékben járult hozzá, mintegy 100 projekt megvalósulásához 15 környékbeli településen. A cég számára fontos stratégiai érték a fenntarthatóság és a környezetvédelem, illetve a helyi közösségek támogatása. Ennek jegyében hívtuk életre 2018-ban ezt a közösségi értékprogramot, amelynek keretében a helyi környező 31 település civil szervezetei tudnak saját fejlesztő ötleteikkel pályázni hozzánk, és mindig a következő fél évben megvalósítani a projekt ötleteiket. A szakmai bíráló bizottságnak idén különösen nehéz volt dönteni a több mint 20 beérkezett pályázat közül. Most végül újabb 11 kezdeményezés valósulhat meg 9 településen, több mint 4 millió forint értékben szeptembertől. Mindegyik projekt, mindegyik támogatott projektünk a környezetvédelemhez, a helyi közösségi életet elősegítő infrastruktúrális beruházások, valamint a helyi lakosság egészségtudatos életszínvonalát, életmódját fogja segíteni a jövőben. A színvonalas pályázatoknak és a nagy érdeklődésnek is köszönhetően a Lafarge a következő pályázati ciklusát ősszel teszi közzé a vállalat hivatalos közösségi média oldalán és a www.lafarge.hu honlapon.
A művészetektől kezdve a gasztronómián és a filozófián keresztül egészen az önfenntartó életmódig az indiai kultúra minden részével megismerkedhettek az érdeklődők a Krisna-völgyi búcsúban. Három napon keresztül repítették el a távoli ország varázslatos világába a vendégeket Somogyvámoson. Azt majd mindjárt be lesz tűrve. Száriba öltöznek a látogatók a somogyvámosi Krisna-völgyben. Mire én beöltöztem, az egy komoly munka, de nincs mérete, úgyhogy ennek az az előnye, hogy nincsen SS, meg MS, meg stb. Péntek délelőtt már sokan voltak kíváncsiak a Krisna-völgy látnivalóira. Judit évek óta szeretett volna ide eljutni. Most a családi programot időzítették a búcsúhoz. Más kultúrának a megismerésére mindenféleképpen. Az ételekre, a fűszerekre, az emberekre, ami nagyon nyitottak és nagyon kedves mindenki. Tehát az meg csak jó olyan emberek között lenni, ahol mindenki kedves és boldog, szerintem. Egy egyszerű henna minta készült Judit készfejére, de nagyobb motivumokat is festenek. Elsősorban dekoratív célokat szolgál, azért régen sokkal egyszerűbb mintákat tudtak festeni, mert nem volt ilyen kis fólia töltsérük, mint ma, de azért az indiai mintákban vannak termékenységi motivumok, meg ilyesmi, de azért főleg inkább esztétikai célokra használják. Előadásokkal, zenei és gyermekprogramokkal egyaránt készültek a szervezők az idei Krisna-völgyi búcsúra, ahonnét az indiai ételek, így a desszertek sem hiányozhattak. Vannak olyan édességeink, amik mindenmentesek, ezek ilyen aszalgyümölcsökből készültek, ez datójából készült, tehát nincs bennük se cukor, se glutén, se pedig tej. A Krisna-völgyi búcsúban péntektől vasárnapig családi fesztivállal várják az érdeklődőket, akik az indiai és a hagyományos vidéki magyar kultúra és életvitel elemeivel is megismerkedhetnek itt. A búcsú ötlete onnan ered, hogy az emberek nagyon kíváncsiak, beszeretnének látni az életünkbe a kulisszák mögé, és ez a búcsú lehetőséget ad arra, hogy megismerjenek minket közelről, megismerjék az életmódunkat, a gondolkodásmódunkat, és belekóstoljanak kicsit abba, hogy hogyan is él itt egy Krisna hívő a somogyi dombságok között. Évek óta a legnépszerűbb program a védikus esküvő. Ezeket szombaton és vasárnap 12 órakor tartják tűzceremóniával. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Motoros véradás Zombán 7. alkalommal szervezték meg a megmozdulást. A nagyszülőket és az unokákat ünnepelték, Szent Annára emlékeztek Tolna megye szerte. 8. Streetcar Tuning Show, igazi gépszörnyekkel találkozhattak a látogatók. Európa bajnokságra készül Kis Livanda, Kaposváron edz a Tolna megyei világbajnok kajakos. Kedden hidegfront alakítja időjárásunkat, térségünkbe erős lökésekkel kísért északi-északnyugati szél fúj majd, de alapvetően napos, fület meleg idő lesz jellemző. Délután a front dél-délkelet felé terjed, elvétve összességében kevés helyet érintően alakulnak ki záporok, zivatargócok, ilyen már nem valószínű újabb csapadék hullám, megszűnnek a záporok, vékonyodik a felhőtakaró, legyengül a szél. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, onnaponta a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!